Na, szép jó reggelt, helyett szép jó estét mindenkinek. A mai téma digitális nomádoknak, illetve azoknak szól, akik szeretnének digitális nomáddá avanzsálni. Ezügyben is a munka lesz asztalterítéken, ami szerintem a legnehezebb, legnívosabb része ennek a folyamatnak. Jó páran írtatok, hogy meséljek meg, hogy adjok tippeket, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni. Mindenféle felkészülés nélkül itt a mai alkalom erre. Szóval első és legfontosabb az angol nyelvtudás. Angol kell tudni kommunikálni, pont, nincs appelláta. Ha az ember ránéz a térképre, akkor látja, Magyarország az ekkora világ, meg ekkora, ebből lehet látni az ember mennyi lehetőségtől elzárja magát, ha nem beszél csak magyarul. Tehát angolul érdemes tudni jól kommunikálni, ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell fantasztikus jó levelet írni a nyelvvizsgán. Én nem tudnám szerintem megírni már a középfokú nyelvvizsgán a levelet se, de ennek ellenére egy amerikai startupnak dolgoztam az elmúlt évben, tehát akár ez működhet levélírás nélkül is, de kommunikálni nagyon kell, nagyon fontos, mert rengeteg sok múlik rajta. Kettes téma, kettes rész. Magát a távmunkát nehezebb megkapni, mint a beülős verziát a munkának. Ahol van tapasztalatod, az biztos így lesz. A lényeg az, hogy kommunikáció az nagyon fontos, mint mondtam, és ezt az embert nem annyira veszik komolyan, és ahol van tapasztalatod, valószínűleg tudni fogják, hogy 10-szer jobban kell kommunikálni, illetve sok embernél az felmerül, hogy hazamegy, ugye home office otthon dolgozik, akkor hát akkor lehet ugye mosni meg, nem tudom, edzeni meg. Tévét nézni, úgyse látják, hogy mit csinálok, és ugye ebből van az, hogy hát nem megy annyira a munka. És ahogy most hallottam, Elon Musk azt mondta, hogy vissza kell hívni, kiadta utasításba, hogy vissza kell hívni mindenkit, aki olyan kolléga és távmunkában dolgozik. Vissza kell hívni az irodába, akik ilyen rustábbak is, akiknek nem annyira való a távmunka, mert a távmunka révén nagyon megcsapanta, mondjuk úgy, hogy a produktivitásuk. Ezért van az, hogy ha valaki szeretné ugyanazt az állást megkapni távmunkában, akkor ott jobban fel kell kötni a gatyát, tehát ez egy ilyen, szerintem egy érvényű szabály. Saját tapasztalatom alapján késő van már. Aztán mi van még? Hármas pont, hogyan lehet munkát szerezni? Ez a legfőbb kérdés szerintem. Előtte nézzük meg röviden azt, hogy van egy ilyen elterjedt nézet, hogy a digitális nomád az vállalkozó, nem tudom, az miért alakult így ki, de nagyon sokszor ez van, hogy na akkor te mit csinálsz, mi a te bizniszed, és hát ugye nem muszáj vállalkozni. Maga a kifejezés az, hogy digitális nomád, az abban nincs benne az, hogy az ember mit dolgozik, hogy saját maga főnöke, saját ilyen bizniszt csinál, vagy pedig kontraktor, vagy nem tudom, ugye főállásban valahol dolgozik, tehát lehet csinálni mindenféle formában, a lényeg az, hogy az ember tudja munkáját csinálni online egyszer laptoppal. Épp ezért lehet ezt elkezdeni úgy is, ha az embernek nincs saját ötlete, el lehet menni nyugodtan cégekhez dolgozni, tényleg késő van. Tehát el lehet menni cégekhez dolgozni, főállásban vagy kontraktornak, nem muszáj a saját ilyen bizniszt csinálni. Saját biznisz szempontjából, akinek nincs ebben még tapasztalata, azt óvainteném attól, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ő elmegy, nem tudom, a világ másik végére, balira, és akkor majd ott kitalálja. Szerintem ez nem kell elköltözni balira, hogy az ember kitalálja, főleg, hogyha befutsol amit csinál a biznisz. Egyébként lehet ezt elkezdeni otthon, az ember ilyen dolgozik főállásban, és akkor mellett elkezd foglalkozni a saját kis bizniszkéjével. És ha megy, akkor át lehet váltani csak arra, ugye főállásban, és hogyha tényleg jó, akkor lehet költözni másik országba. Na de maradjunk a másik, az egyszerűbb megoldásnál, ha az ember ugye, mint alkalmazott dolgozik, én ugye ezt csináltam, most egy amerikai startupnak dolgoztam, felvettek úgy nagyjából, mint ugye rendes ugye alkalmazottat, tehát ezt így is lehet csinálni, semmi gond nincs, szerintem ez a legegyszerűbb. Arra érdemes odafigyelni, hogy az ember főállásba dolgozik, úgyhogy nem ugye kontraktor, nem beszállító, meg nem ugye magánvállalkozó, hanem felveszik ugye hogy mondják ezt főmunkaidőbe? Full time job, tehát egy főállásja, tehát rendesen a cég alkalmazza. Ott az felmerülhet, hogy ezt mondja a cég, hogy hát ő nem szeretné azt, hogy te hiába dolgozol otthonról, home office-ból, nem szeretné azt, ha te elmennél másik országba, ugye, uzamosabb időre.
Lehet elengednek egy hónapra, kettőre, háromra, de én azt hallottam sok esetben, hogyha az ember így dolgozik, hogy a felállásban, akkor a cég azért az vonakodik néha, hogy elengedje másik országba. Mert nem tudom pontosan miért, valami, lehet, hogy jogi oka van. Teljesen mindegy, a lényeg az, hogyha az ember szeretne ugye így alkalmazottként nomádkodni, akkor érdemes magánvállalkozói utat körbejárni. Én jó magam ilyen kontraktori színekben pompázok, ezt csinálom, tehát én nem akarok olyan állást megpályázni, ahol azon, hogy na jó, akkor a cég engem alkalmaz, és akkor ugye rendesé főállást. Tehát én kontraktor, az angolul kontraktornak hívek, én ezt csinálom. Itt azt hallottam, tehát ez nem adó tanács, én ebben nem vagyok ugye szakértő, meg semmibe se, de azt mondják, hogyha egy a cégnek dolgozó főállásban, akkor az a szabály nagyon sok országban, persze nyilván országa válogatja, hogy az adott országban kell élje legalább több mint fél évet ahhoz, hogy ott adózhassál. És gondolom ezért nem akarják a cégek, hogy elmenjél másik országba, mert akkor ez problémás lenne. Van egy olyan fiók az Instagramon, hogy digitális nomád coach, egy magyar fiók, ha jól értem, és ő mondta azt, hogyha az ember ugye vállalkozó, akkor nincs ez a szabály. Én nem tudom, ez tényleg így van, vagy nem így van. Ez országa válogatja. Az ország mondja meg, hogy ő mikor mondja azt, hogy te ott adóalanynak minősülsz. Tehát érdemes mindig az adott országot megnézni, hogy ott mi a szabály, ahol éppen az ember adózna. Egyéb iránt térjünk vissza arra a témára, hogy hogyan lehet munkát találni. Hát nehezen. Link a leírásban van egy magyar Facebook csoport, Digitális Nomádok a neve, ott szokott ugye erről menni a diszkurzus, hogy ki mit csinál. Rengeteg sok lehetőség van, én találkoztam egyébként már ügyvéddel is. Egyel, de volt, aki ügyvéd volt, nem magyar, külföldi volt, és Mexikóba nyomta távmunkába az ügyvédi dolgokat, tehát ez is előfordulhat, bár elég ritka. Aztán ettől kezdve találkoztam mindenféle kriptossal, meg aki nyomta a pókert, meg aki pénznemekkel kereskedett, meg mindenféle, nem tudom, kutyafülével, marketingessel nagyon sokat találkoztam. Ha nem tudod, hogy mibe kezd bele, figyelj, Google a barátod, keresgetni kell, hogy milyen távmunkák vannak. Én rákeresnék őszintén szólva angolul, hogy remote job, és nézem, hogy mik vannak. Ugye másokat mondtam a Facebook, aztán rengeteg sok YouTube videó van, akik elmondják, hogy hát figyelj, én marketinges vagyok, én grafikus vagyok, szoftverfejlesztő vagyok, stb. Nem tudom, és remote-ban dolgozok, remote állásban, vagy pedig ugye digitális nomádként, tehát informálni kell, hogy mik vannak, körül kell nézni. Én saját magam a szoftverfejlesztést is tudom, erről tudok mesélni, ebbe van tapasztalatom, másik munkahelyem nem volt még, úgyhogy abban nem nyilatkoznék. Na de, mit akartam még mondani? Igen, tehát googlizni kell. Most egy új állást keresek, ez egy jó példa szerintem. Rágoogliztam, kíváncsiak kedvér, hogy mik vannak, mik az elvárások, milyen a piac, mire lehet számítani, ugye informálódás. És egy teljesen random oldalon találtam a lezárt hirdetések között egy munka, ugye hirdetést, egy pozíciót, és egy pillanatom múlva nem görgettem tovább, de valamiért ugye felkeltett az érdeklődésemet, elég patent kis állás, elolvastam, de úgy tűnt, hogy már ugye elkelt, nem tudom, tehát a zárt részen volt az oldalon, a lezárt ugye, munkák között. Fia, semmi gond nincs. Megkerestem, hogy mi az a cég, rágoogliztam. Nem mondom, hogy másnap akkor egy cold e-mailt írok nekik, hogy figyelj, van-e munkátok a számomra. És mint kiderült, van munkájuk a számomra. És beszéltünk, csomó kérdésre válaszoltam, és két hét is az első interjú pillanata el fog jönni, tehát folyamat elindult. Nem szeretném elkiabálni, de jó kilátásom van, és ez egy elég patent kis munka. 4 nap munka, 5, tehát egy hét alatt, tehát pénteken szünet van, jó fizetés meg, tehát király. És ezt úgy találtam, hogy teljesen véletlenül kerestem, és ráadásul ugye megtaláltam, ott a zárt, a lezárt munkáknál volt. Tehát ebből az a tanulság, hogy csinálni kell. Utána kell menni, és űzni kell, és menni, és csinálni. Ez egyébként talán ennek a videónak az egyik legnagyobb üzenete, hogy csinálni kell. Én úgy álltam volna hozzá, mint nagyon sok ember, hogy
hát le van zárva, akkor mit tudunk tenni? Hát sajnos semmit. Nem, meg leülök, és akkor egy filmet nézek. Na bum, akkor most mi lett volna? Akkor nem találtam volna rá erre az állásra. Tehát ez a lényeg, hogy menni kell és csinálni kell, mert a maga egyébként a digitális nomád élet, ez lehet annyira nem látszik, legalább sokak számára nem is átmegy a videóimon keresztül. Ugye azon túl, hogy én a pálmafák alól néha dolgozok, meg ilyen, nem tudom, sépen itt vagyok a Dominikai Köztársaságban. Előtte voltam 11 másik országban, tehát ez ilyen nincs ingyen. Semmi sincs ingyen, tehát ennek ára van. Tehát így munkát megtalálni, ez nem annyi, hogy na, akkor én jöttem, és akkor én szeretnék, és akkor tessék tálcán, hanem ezért tenni kell rengeteget. Hát ez a másik fontos ugye üzenet, hogy nincs ingyen, és hogy sok munkába kerülhetni az ember, ugye munkát talál meg, ezt magának kitalálja, tehát senki ne adja föl az elején, mindenkinek azt tanácsolom, hogy eltökéltség, meg elszántság az, hogy meg szorgalom, ez fog a legtöbbet segíteni. Na jó, vissza a témához, hogy lehet én munkát találni, tehát mondtam a keresőt, vannak mindenféle weboldalak, amik ugye ilyen direkt arra mennek rá, hogy távmunkákat listáznak. Meg kell nézni, mi van, lehet utána keresgélni. Tehát ezt magadnak kell kitalálni, hogy te miben vagy jó, mit szeretnél csinálni. Sajnos ebben nem tudok nagyon mit mondani, csak az, hogy nagyon sok lehetőség van, és valószínűleg nem lesz egyszerű, tehát föl kell kötni a gatyát, hogy az ember szeretné a távmunkában. Másik lehetőség, amit sokan csinálnak, hogy az ember elkezd dolgozni egy cégnek, és akkor elmegy home office-ba, és onnan akkor azt mondja, jó, akkor figyelj, én már nem tudom, fél éve csak home office-t talok, akkor hadd menjek el másik országba. Tehát ez egyik legegyszerűbb talán módja. Viszont, mint mondtam, itt valószínűleg lehet, hogy át kell menni az embernek ugye magánvállalkozóba, ami hát lehet nem a legegyszerűbb, főleg most otthon a katát eltörölték. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk az adózásról. Én nem vagyok szakértő, ez a adótanács, azt javaslom mindenkinek, hogy beszéljen a szakértőkkel, legalább kettővel, azért, mert akkor jobban fogja látni, hogy milyen lehetőségei vannak. Arra mindenképp mindenkit figyelmeztetnék, hogy valószínűleg az adószakértők abba az irányba fognak terelni téged, ami ilyen irányban nekik van valamilyen érdekeltségük, tehát saját cégük, vagy ugye nyújtanak valamilyenféle szolgáltatást, tehát nem kell rögtön az elén azt mondani, hogy jó, akkor csak ez az egy lehetőség van, hanem kell beszélni másik ugye szakértőkkel, és akkor ők is el fogják mondani, hogy ja, nem van a másik irány. És ha az ember beszél egy harmadik szakértővel, az lehet fogni egy harmadik irányt, ebből lehet látni, hogy milyen lehetőségek vannak. Adózás. Hát nem egyszerű. Ahogy én csinálom, az egy külön misét megérne, hogy én Paraguayban lettem adóalany. Az egy nagyon jónak tűnik egyébként, hogy de szuper, ugye Paraguay szempontjából a külföldi adó, vagy külföldi bevétel az nem adózik, tehát ki lehet találni, mennyit kell adót fizetni, de ugye ez sincs ingyen, mint semmi se, tehát nekem ehhez fel kellett otthon adnom mindent Magyarországon, ki kell teljesen jelentkezzek teljes mértékben, és remélem, hogy így nem fognak utána jönni Magyarországról, hogy hát kedves Tóth, hát ön magyar állampolgár, tehát akkor kérjük, hogy ad az adókat, lejjensz és ide fizesse be. Illetve ugye úgy lesz maga a külföldi bevétel, hogy kell egy bankszámla, ami Paraguayon kívüli, ahol úgy tudják, hogy te Paraguayban adózol. Na igen, hát ez nem a legegyszerűbb ilyet megnyitni. Főleg haver mesélte, hogy elment bankszámlát nyitni Österreich, mi az? Bécs, milyen ország az? Tényleg nagyon késő van. Már a latinok is, nem tudom, látszik-e, elvonultak. Itt szoktak az utcán üdögelni. Úgy néz ki a hely, mint hogy ránézek a helyre, ahol lakok. Nem mernék bemenni különben, ha nem jártam volna itt korábban. Na mindegy, vissza a témához, tehát Vara mondta, hogy osztrákoknál nem akartak neki semmiféle bankszámlát nyitni, semmilyen alkohol, mert azt mondták, hogy ott kell éjjel, ott kell dolgozzá, nem tudom, tehát hogy így nagyon szigorú volt. És ez hasonló egy-két másik banknál, másik országban. Nem mindegyik banknál, de hogy nem mindenhol fogadják a szívesen, hogy te akkor Paraguayban adózol, ugye, és ott van a lakcímet. Tehát ezért nem a legegyszerűbb bankszámlát nyitni.
De ha meg is van a bankszámla, utána ugye akkor oda kell kérni a fizetést, és hát nem mindegyik cég szereti azt, hogy te kiállítasz egy számlát Paraguayból, Paraguay ugye mi az adó számmal, és akkor a fizetés pedig egy európai bankszámlára kapott. Tehát ez egy ilyen pénzmos volt, Péter vagy mi? Tehát nem a legegyszerűbb, azt látni kell, hogy ez a paraguayi dolog, ez nagyon egzotikus, meg hogy akkor nem kell adózni, de semmi sincs ingyen. Egyéb iránt annó volt arról szó, hallottam, hogy Máltán van egy ilyen self-sufficient rezidenci státusz, hogy ezt szerintem érdemes megnézni. Én most újra kezdeném, akkor ezt nézném meg, hogy ezt hogyan lehetne elintézni. Ugye Málta EU-s ország, euró van ott, mint pénz nem. Egy sziget, itt van nem messze, ugye Magyarországtól, hogyha ezt valaki meg tudja magának csinálni, akkor lehet az a jó jár, mert az volt régebben a hír, hogy azzal is el lehet érni a nulla adózást, hogy a külföldi bevétel ott is adómentes volt, hogy az embernek ilyen ugye, státusza volt. Hát ez nem tudom, hogy működik, utána kell nézni. Pár éve volt erről szó, hogy igen, ezt lehet megcsinálni, és nem tudom, hány ezer eurónak kellett lenni a bankszámlád, stb. Mindegy, akit érdekel, nézzen utána. Ez egy érdekes dolog. Egyébként Magyarországon laksz, akkor otthon kell adózzál. Tehát ahol élsz, ott kell adózzál. Egy ilyen szöveg, vagy egy ilyen aranyszabály nyilván van még most is, aki úgy csinálja, hogy sehol nem él. Tehát nem tudom, sehol nem tölt el több, mint fél évet, tehát úgy gondolja, hogy sehol nem adózik. Ugye sehol se alakul ki adóalanysága. Hát ez régebben lehet, hogy működött. Azt mondják, hogy manapság ez már nem annyira, tehát én ezt nem mertem megcsinálni, aki tökös az ebbe belevághat, de egyre jobban szorul a hulak így az emberek nyaka körül. Szabadság. Ez itt az új világból itt. Tehát adózási helyet az valószínűleg az lesz valószínűleg. Ha más nem, azt mondják akkor, ahol a milyen nemzetiségű vagy. Figyelj, ha más nem, akkor azt fogják rád húzni. Milyen vagy, magyar vagy? Hát akkor... Kedves polgártársak, lehet Magyarországról adózni, nem tudom. Ez nem adótanács, mindenképp kérdezem meg mindenki tanácsadót. És még egy apróság, ugye van egy másik opció, hogy az ember nyit egy céget ugye Észtországba, ahol szintén nincs nagy adó, tehát azt hiszem talán nulla adózáson az ész cégekre hasonló, nem tudom, de egy rettentő kedvezményes, és az ember jön vele, hogy hát akkor ész cég, megnyitja ugye tip-top, nem egy nagy szám, olcsóan gyorsan meg lehet csinálni, és akkor ágyú Magyarország adózás. De hát ez nem ilyen egyszerű. Ugye a magyar bankszámlára bejön a pénzed, ők úgy tudják, hogy Magyarországon vagy adóalany, el fogják küldeni a NAV-nak a jelentést a bankból valószínűleg, tehát ha NAV ránéz, hogy milyen pénzeket gyűjt, ezt lehet meg fogja kérdezni, hogy ez most akkor mi, honnan van. Stb. Tehát az se egy olyan egyszerű, hogyha az ember Magyarországon adózik. Persze meg lehet oldani, csak nem lehet azt megcsinálni, hogy valószínűleg, hogy akkor ágyú, nincs több adózás. Tehát mindenképp érdemes ezt átrágni ugye szakértőkkel. Na jó van, miről beszéljünk még? Hogy lehet elkezdeni? Most nemrég írt valaki egyébként. Na várja, tudom mit csinálunk. Toptát megnézzük. Valaki írt egy data science témában, data science munkát végző úriember, hogy mit tudnék neki javasolni. És ha már itt tartunk, akkor tényleg meg kéne nézzük ezt a témát is. Toptál. Én itt ezen keresztül az első munkámat itt találtam, és akkor itt van egy olyan lehetőség, hogy jobs. Na, figyelj, azt mondja, hogy a szoftver fejlesztős rész, az úgy hívják, hogy core, ez a legfelkapottabb, ebben van 180 állás most itt éppen. Többiek van, AR, VR, ugye ez az ilyen szemüveg, ebből egy állás van. Artificial Intelligence, 12, Blockchain, 8, Data Science, ebből van 8 állás. DB, tehát adatbázisban 24, DevOps 17, Drupal 1, IT Security 10, Magento 2, QA, tehát Quality Assurance 11, RPA, az nem tudom micsoda, ebből egy van, az a Robotic Process Automation, ezt jó tudni.
Salesforce 2 munka, UI 1, WordPress 9, és ilyen. Ezek a témák, amit most felsoroltam, ezekben vannak ilyen állások. Az első, amit mondtam, az a core, az a 180, az ugye rendes szoftverfejlesztős ugye, téma. Tehát toptál meg, ezt majdnem kifejtettem. Ugye vannak ilyen freelancer platformok, a toptánál vagyok, a affiliate link a leírásba, hogyha azt valaki használja, akkor kapunk mind a ketten, azt mondja, $500 fejenként. Plusz, hogyha olyan munkába kezdesz el dolgozni, amire nagy igény van, akkor még $2000 kapunk fejenként. Tehát toptálink. Toptán az a jó egyébként, hogy nehéz bekerülni, ez nem jó, de ennek ellenére ugye az a extra, hogy hát ennek ellenére nem. A lényeg az, hogy nehéz bekerülni, viszont azért vannak jó projektek. Jó kliensek, az embernek nem kell nagyon más csinálnia, mint egy interjút letolni egy kliensre. Ha a kliens azt mondja, hogy oké, akkor lehet kezdeni, és akkor már is csorog a pénz, és kész. Minden magától megy. Nyilván a toptán le fogja húzni a maga részét is, viszont itt nem kell annyira versenyezni a egy tár rizsért dolgozó, nem tudom, másik országbeli emberekkel, mint másik platformokon, amik úgy néznek ki, hogy is hívják őket. Upwork, van egy Upwork nevű, meg van egy másik Fiverr, ez a kettő, amit hallottam, van még egy több is, még más is különben. Upwork, van egy török ismerősöm, aki az Upworken kezdett el dolgozni, ő is aztán data science-et csinált, vagy valami ilyesmit, és neki áll dolgozni, az elején nyilván nagyon kevés pénzért, ilyen miatt volt verseny. Minden projekt után megkapta a tök jó ugye, értékelést, minden egyes projekt után így ezért egyre jobb és jobb pénzt tudott elkérni. Ugye felépítette a kis profilját, rettentő sok jó ugye, visszajelzés volt. Nem kellett hallani, 11 óra elmúlt, és én mindig börrögnek. Ilyen nappal a zene szól, börrögnek, ez latinok. De mindegy, tehát a kolléga föl ugye, húzta a profilját. Annyira, hogy annyi munkája lett belőle, és olyan jó pénzeket keresett, hogy egy céget csinált el Törökországba. És vett fel embereket, mert csomó meló bejött. Nem tudom, ez mennyire... Hát vág egybe az Upwork-nek a szabályaival, toptál azt mondja, hogy senkinek a munkát tovább nem adhatott. Tehát ott ez viszonylag illegális lenne a toptál szempontjából, gondolom az Upwork is hasonló ugye, szabályokat támaszt. Minden egy csávó jól csinálta, tehát egy saját céget tudott ráfőzni, tehát el lehet kezdeni egyébként szabadúszoskodni Upwork-ön, meg másik ilyen platformokon. A lényeg az, hogy az elén valószínűleg az ember szaré hugyé fog dolgozni, de hát minden között nehéz. Én gondolkodtam, hogy azon egyébként ezt kipróbáljam, egy-két projektet bevállalni, rövideket, apró pénzt tanulnék belőle, és akkor szépen kapnám a jó kis ugye, értékeléseket, mint Airbnb, vagy nem tudom, bárhol más, és akkor ugye miért több ilyen pozitív értékelésem van, annál jobb ilyen pénzeket tudnék elkérni. Ez egy jó opció egyébként még annak, aki szeretné kipróbálni magát. Távmunkában főleg, hogy azt hallottam, hogy vannak olyan munkák, ezek latinok, így videózzál mi, és most este van, képzeld a nappal mi van. Na mindegy, szóval hallottam, hogy vannak olyan projektek ezeken a platformokon, ahol nem tudom, tehát ilyen egyszerűen, nem minimál pénzért, de hogy tudsz, nem tudom, valaki azt mondja, hogy szeretné valami videó, és akkor abból szeretné, nem tudom, a zajt kiszűrni. Az ember rákeres, hogy lehet videóból zajt kiszűrni, projektén jelentkezik, megkapja a fájt, tutorial alapján megcsinálja, visszatölt, és akkor nem tudom, egy pár dollárt keres vele. Ez már valami. Ez már egy megkezdés különben. És ebből lehet egyébként fölépítkezni, mint láttuk azt a török srác esetében. Tehát ez egy jó dolog, különben ki lehet próbálni magát az embernek ugye informatikában. A végére még egy utolsó záró gondolat, aki szoftverfejlesztésbe gondolná a jövőjét megoldani. Ez egy jó irány különben, tehát jól fizet, jó állások vannak, van egy csomó állás. És persze lehet ugye keresni six figures, hogy az angol mondaná, amcsiba, az azt jelenti, hogy legalább éves 100 000 dollár fizetés. Ehhez az ember hozzá tudja csapni, hogy elmegy esetleg Ázsiába, olyan helyre, ahol szarja, hogy érmet tud élni, palotákba enni, nagyon olcsony, és közben mondjuk keres legalább 100 000 dollárt, és mondjuk emellé nem is kell adózni, tehát ez egy tényleg fantasztikus megoldás, nem mintha én másra törekednék.
De azt látni kell, hogy ez sincs ingyen, és én nem most kezdtem ezt a dolgot, egy jó pár évet beraktam ebbe a szakmába, tehát aki most kezd nulláról, annak a gatyát föl kell kötni, hogyha ezt szeretné elérni hamar, mert ez idő kell, ezt nem lehet megoldani szerintem, hogy bármiféle csalásra, vagy nem tudom, shortcutta, hogy akkor az ember, nem tudom, levágja a sarkot, és akkor hamarabb odaér, ahova szeretne. Tehát aki most kezd szoftverfejlesztésködni, én nem hiszem, hogy bárki neked ajánlana föl távmunkát az elején, úgyhogy nem volt még semmiféle munkatapasztalatod. Bár lehet, hogy van kivétel, de én azt nem valószínűsítem, tehát az első év az valószínűleg úgy fog eltelni, hogy bejársz egy irodába. De figyelj, első munka, sosem egyszerű. Szerintem az ember legyen hálás, hogyha valaki ad neki munkát, úgyhogy nulláról kezdi. Főleg, aki mondjuk esetleg nem is járt ugye főiskolára, hanem csak, nem tudom, majd bootcampet tolt, vagy valamit. Akkor az első munkát el kell fogadni, hogy ez valószínűleg nem fog jól fizetni, nem lesz túl jó minősége, lehet az ember szart fog lapátolni. Mindegy, valahogy el kell kezdeni. Aztán az ember az egy évet megtolja, tehát az, hogy bejössz munkahelyre, az még semmit nem jelent, ott ilyen dolgozni is kell. Az ember ugye magát odalakja, csapatban dolgozik, ugye részt vesz a csapatnak a munkájában, meg tényleg odafigyelnek, meg pörgeti tényleg. Akkor egy év után lehet azt mondani, jó, akkor én már egy éves tapasztalatom, egy csomó mindent tanultam, akkor elmegyek egy másik munkahelyre, ami jobban fizet, és a leghíje többet tudok tanulni. És hogy tudnék adni tanácsot az, hogy mindenképp érdemes arra optimalizálni, hogy az ember mennyit tanul, ahelyett, hogy mennyit keres az elején. Mert akkor ugye, mert ez számít, az ember mennyit fejlődik. Az ember erre optimalizál, az első, nem tudom, 3-4 évben, akkor utána meg tud kapni zsíros, jó állásokat. Mert ez tapasztalata, meg tudása. Szóval az első pár évben lehet, hogy az embernek nem kell azon gondolkodni, hogy mennyit fog távmunkával dolgozni. Baliról egy magyar, vagy nem tudom, amcsi cégnek, mert ez valószínűleg nem fog összejönni. De senkit nem akarok eltántorítani, a lényeg az, hogy ez munkás dolog. Tehát semmi sincs ingyen, az ember tényleg jó pénzt keressen, megbecsült állása legyen, könnyen kapjon állást, az nem lesz ingyen. Nem hozzák tálcani, akkor tessék, tótur, akkor ön akar szoftver? Jó, akkor itt van. Ez nem lesz, tehát érdemes a gatyát felkötni. Na jó van, beszélek már 20, nem is tudom hány perce, akkor szerintem ennyi volt mára, lenne még téma, de hosszú a videó, szóval már egy befejezzük. Köszönöm a figyelmet, van egy csomó dolgom. Take care! Yeah.